Sziasztok! Ebben a mai kis összeállításba megpróbálom nektek megmutatni azt, hogy hogyan kell élesíteni a mozdonynak a távirányítóját, és hogy néz ki egy kis tolatási mozgás rádiós távirányítóval végrehajtva. Az első lépés az, hogy mindkét vezetőállást kiaktiváltam, tehát nincs aktív vezetőállás. Második lépésként aktiváljuk a távirányítót. Közben ide teszem ezt a kamerát, hogy valamit lássatok. Hogy? A távirányítón be van kapcsolva ezzel a gombbal. Menetirány nullába van. A lámpa, a zöld lámpa pedig azt jelzi, hogy össze van párosítva a távirányítóval készülék. Ennek a kapcsolónak az elforgatásával átteszem távirányításos módba a mozdonyt, és megfigyelhető, amint éled a rendszer. Közben végzünk egy gyors próbát. Először megnézem azt, hogy a mozdonynak a fékje működik. Próbálom közben ezt úgy ide tenni, hogy egyszerre a kettőt lássátok, így. A mozdony fékenger nyomását ez a két kék oszlop mutassa, most oldom. Lecsökken a nyomás, teljesen. Most egy egyes fékezési fokozat. Nagyjából egy bár fékenger nyomás, pedig elengedem középre, teljes féknyomás van. Most ugyanezt megismétlem, de úgy, hogy közben itt ezzel az ujjammal bekapcsolom a vonatféket is, tehát most fékezni kell majd a, igen, és látható is, amint a piros mutató lement, 0,5 bár, most 4,5 bár van a fővezeték. Most pedig úgymond teljes sorral fékezünk. A mozdony kialakul a 3 bér nyomás, báron nyomás, és a fővezeték pedig lemegy 3,5-re. Most pedig egy oldás, közben kikapcsol a vonatféket, fővezeték visszaáll 5 bárra, és a mozdony továbbra is a 3 báros nyomás, mozdony 3 bárral fékez. Kiválasztok egy menetirányt arra, előre, oldom a készüléket, balra húzom a nyom gombot, majd elkezdem a joystickot jobb felső pozícióba vinni, és majd innen középre, és a mozdonyomnak el kell indulni. El is indultunk, természetesen. És most megállunk. Jó, akkor most találunk valami alkalmasabb helyet, és ezt megmutatom kívülről élesbe.
kicsit elejtettem a joystickot, meg is állt a mozdony azonnal. Ugye gyakorlatilag ez a beépített biztonsági rendszer, hogyha elejtem a joystickot, megáll a vonat. Teljesen a közepére rúgozik és kivezéreli a teljes fékhenger nyomást a gép. Most kocsikra fogunk rájárni. Köszönöm, hogy megnéztétek, rövid bemutatom a tolatási dolgokról. Miután a kocsit összeraktuk,